Hétfőn délelőtt nagy volt a nyüzsgés a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán, újabb bemutatóra készül a társulat. A Hello Dolly, a Sherlock Holmes és a Meseautó után ismét Nyíregyházán rendez Szentevajk. Nem mindennapi produkciót ígérnek december elejére. A Jim Fonda főszereplésével készült réges-régi nagy sikerű film, a 9-től 5-ig musical változata születik meg nálunk, a Broadway és a West End után. Fantasztikus sikerű Broadway musical, ami egyébként idén februárban debütált Londonban, és egy óriási dolog az, hogy megkaptuk ennek a darabnak a jogait, ezt szerénytelenséggel mondhatom, hogy hál' Istennek szól az én személyemnek is, a Shrek, az Apáca Show után volt annyi kreditem az MTI-nál, hogy éljek azzal a joggal, hogy megpróbálkozzunk a 9 to 5-ot megkapni, és azt kell, hogy mondjam, hogy kis betekintést nyújtva nézőknek, hogy a Sherlock Holmes sikere is adta annak a lehetőségét, hogy mi annak is egy európai ősbemutatót csináltunk itt Nyíregyházan, és az nagyon jól sikerült, nagyon elégedettek voltak vele. 9-től 5-ig az ember dolgozik. Vélhetően ez egy munkahelyi sztori lesz, és ahogyan hírlik, kacagtató, felkavaró, gondolatébresztő és szívmelengető történet barátságról és elégtételről. Egy nagy himnusz a nőkről, több nőtípust vázol föl, egyébként nem csak a három főszereplőnek a nőtípusát, hanem különböző más nőtípusokat, és hogyan birkoznak meg a nők azzal, hogy még mindig nincsen, kimondott egyenjogúság van, de még nincsen igazi egyenjogúság a férfiak és a nők közt, hogy ezzel ők hogyan birkoznak meg, hogy ezzel a hatalommal, ami a férfiaknak van, a férfiak hogy élnek vissza ezzel, szóval egy igazi női darab. A dalokat az a Dolly Parton írta, aki Jane Fonda mellett főszereplője volt az Azonos című filmnek. Dolly Parton 8-szoros Grammy-díjas amerikai country és pop énekes, dalszerző, író, színésznő. Az ének és tánckar mellett sok szereplős lesz az előadás nehezen énekelhető dalok füzére, így Szentevajk castingot is tartott, hogy kiválassza a nyíregyházi ősbemutató szereplőit. A hétfői olvasópróbán Gubik Petra is megjelent. Még nem volt szerencsém ehhez a darabhoz, úgyhogy teljesen szűz vagyok ilyen téren. Nagyon várom, hogy egy milyen fajta színházi csodát fogunk itt létrehozni a Vajkkal. Nagyon örülök ennek a felkérésnek, nem csak azért, mert a Vajkkal dolgozhatok, akivel már előzőleg már volt szerencsém darabot alkotni. Békés Csabán a Jókai Színházban, illetve Budapesten a Játékszínben is volt már szerencsénk együtt dolgozni, és mindig nagyon élveztem a munkát, úgyhogy most is kíváncsian várom, hogy most mit talált ki nekünk. És hát persze a másik nagyon fontos dolog az, hogy én szabolcsi származású vagyok, Kisvárdán születtem, Ajakon laknak a szüleim, Ajakon élünk, hogyha én hazamegyek, akkor Ajakra megyek haza, ami ugye itt nagyon közel van Nyíregyházához, úgyhogy én tulajdonképpen most mondhatom azt, hogy hazaérkeztem. Komoly ének és tánckar próbál, sok szereplős előadás lesz. Az egyik főszerepet Horváth Margit játssza, de mellette például Nyomtató Enikő is szerepel. Puskás Tivadar lesz a gonosz főnök, aki minden körülmények között és minden fronton visszaél hatalmával. Komoly színpadképet, szcenikai helyzetet teremtettek az előadáshoz. Tudom, hogy kicsi a nyíregyházi színpad, és mindig elcsodálkozom, hogy bármire képes, épp úgy, mint az itteni színészek is, fogalmazott az olvasópróba előtt a rendező.